102-es session, 5. leosztás, osztó pozícióban ász8 egyszínű lapunkkal. Hát itt 75 centet emeltem, 3 nagyvakot, ugye 4-et szoktam, nem egészen tudom pontosan megmondani, hogy ez miért van, lehet, hogy lekéstem a csúszkáról, nem tudom pontosan. Általában 1-et szoktam, és nem is nagyon szoktam variálni, hogyha figyelitek a session. Kis vak, mini rézelt, ez nem volt jellemző rá. Meg is nézem a trackerben, hogy mit tudunk róla. 19 hand van, igen, jól emlékeztem, hogy nem sokat, úgyhogy ez egyáltalán nem mérvadó, gyakorlatilag semmi. Mini rézelt, hát nagyon sokszor csinálják ezt egyébként teljesen olyan kártyákkal, amitől ez a mini réz pozíción kívül ugye elég idegen lenne egy gondolkodó játékos számára. Jó pár ilyen helyzetben figyeltem már meg Shodan-t, ez az ász9-től a királybubitól kezdve bármi lehet. Az, sőt, az erős lapokat inkább nagyobbat emelnek, ez a min rész nem igazán tudom, hogy milyen stratégia része pozíción kívül. Minden esetre én ezt megadtam, nyilván sokszor eldobom egyébként, miután min rézeltek és nem jön flop, tehát ilyen szempontból talán egy picit mínuszelvés a call ász kicsivel. Itt másképp sült el a dolog, majd meglátjuk, hogy miért, de igazából ez inkább egy vicces jellegű parti akar lenni. Talán egy kicsit rá is világít arra, hogy milyen lapokkal minrézelnek, és szerencsésen valahogy eljutottam Shodanig. Passzolt, ugye ez mindjárt meglepő egy minréz után, tehát ebből is körülbelül az látszik, hogy fogalma nincsen, hogy mit csinál. Tudja, hogy szoktak ilyet csinálni, létezik ilyen, hogy minréz, és ő megpróbálta. Talán itt már ki is lehetne vinni nyitással a kasszát, de lassan-lassan ászmagasban látok fantáziát, illetve nagyon sokszor szoktam csinálni a flop passz, flopon mögé passzolok, törnön újabb passzra nyitok és elviszem a kasszát. Ez ugye már korábban még a NL25-ös korszak elején már mondtam, hogy mennyire gyenge játék, de egész egyszerűen el kellett fogadnom azt, hogy ez itt működik. Tehát mindig annyit vagy úgy kell játszani, ahogy hagyják. Tehát nagyon sokszor azért nem emel az ember különböző helyzetekben, vagy azért nem nyit, mert tudja, hogy eljuthat így is sódáig, nem kell kiemelni, és a sódánban esetleg jó lesz a lapja. Tudja, hogy passz várható az ellenféltől, tudja, hogy az ellenfél nem nyitna lap nélkül, és ezeket kihasználva nagyon sokszor egészen kitekeredett furcsa játékok alakulhatnak ki. Itt is valami hasonló volt a tervem, minden esetre érkezett egy ász, újra passzolt, azért ezt már meghívtam. Amit megadott, és érkezett egy 3-as riverre, és akkor erre egy fél kasszát belehívott előről, ugye hát tudom, hogy nem igazán tudom hova tenni, vagy nem tudom, hogy mit akar ezzel így, preflop mini rész flop pass turn call river fail pot bet, egészen kicsavart line. Nem is nagyon gondolkodtam én ezt túl ott a helyszínen sem, tehát egyértelműen megadtam a és mutatott egy király bubit, ha jól emlékszem, így van, király bubit. Hát ugye, hát ha már mondjuk mini rézelt preflop, akkor ugye floppon kont betehetett volna, elvihette volna a kasszát. Érkezett egy ász, amit majdnem potbettel meghívtam, azt megadta lyuksorra. Majd miután nem látta, nem látott más esélyt a pot megnyerés, egy teljesen blank, tehát megadás, majd egy teljesen blank hármason fél pot bet előről az addig passzív magatartás mutató ellenféltől. Borzasztóan rossz bluff, úgyhogy természetesen megadtam, annak ellenére, hogy én ebben nem láttam olyan nagy bluff, tehát nem láttam. Igazából azt láttam, vagy azt gondoltam, vagy azt figyeltem, hogy nem nagyon ad elő semmit. Ha esetleg jobb ásza van, akkor elviheti a kasszát, de nem igazán volt az előadásában semmi. Nagyon sokszor játsszák egyébként, hogy húzólapokkal megadogatnak, aztán a végén egy ennél sokkal nagyobbat beledúrantanak, és majd csak eldobja az ellenfél, és ha riverre showdown képes vagy erős lappal érkezünk, akkor nagyon sokszor meglepő lapoktól kapunk ki fizetéseket, illetve hát maguktól dőlnek a kardba. Hát ez is egy inkább töltelékhendnek hívnám. Nagyon sokat keresgéltem, annak ellenére, hogy három beülő nyereséggel zártam a napot, nem igazán tudtam tanúságos hendeket válogatni, úgyhogy ez a rész egy kicsit talán gyengébbre sikerült az eddigieknél. Nagyon nehezen szedtem ki ezt az ötöt is, úgyhogy azért remélem ettől függetlenül találtatok benne hasznos dolgokat is. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk a következő sessionnél, sziasztok!